Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer három medve egy kunyhóban, mélyen az erdőben. Volt egy papa maci, egy mama maci, és az ő icipici cuki muki kis maciuk. Ők voltak a legboldogabb család. Együtt ettek, sztorikat olvastak minden nap együtt, és minden nap társasoztak, persze azt is együtt. Nektek van kedvenc társas játékotok? Igen. Hát azt én is szerettem volna a tikorotokban. Mikor még kicsi voltam, emlékszem, játszottam bent a házban is, meg kint az udvaron is, labdáztam, bujócskáztam. Ó, te jó ég! Már megint elkalandoztam. Na de gyerünk vissza a sztorihoz! Egyik reggel mama Maci elkészítette a legfinomabb reggelit, hiszen icipici cuki muki kis Macinak szülinapja volt. Elkészítette neki a kedvenc reggeli elemózsiáját, egy teás zapkását. Az nagyjából olyan, mint a zappehely. Megterítette a reggelihez, de a zapkása még nagyon forró volt. Túl forró, hogy megegyék. Szóval a Maci család úgy döntött, hogy amíg kihűl a reggeli, addig felkerekednek és elmennek sétálni egyet. Úgy gondolták, hogy vicces lenne bemenni az erdőbe és bujócskázni egyet, amíg hagyják kihűlni a kását. És így is tettek. 1, 2, 3, 4, 5. Na merre bújhattál? Megtaláltalak. Ó, kedveském, hát megtaláltál. Merre is lehet az én icipici cuki-muki kismedvém? Vajon merre bújhatott el? Megvagy! Engem is megtaláltál, papa! És így folytatták tovább a bujócskázást, még jó néhányszor. Na most, emlékeztek, mikor azt mondtam, meg tudjátok, hogyan nem szabad viselkedni? Aha! Nos, ezt figyeljétek! Amíg a medvecsalád nagyszerűen töltötte az időt kint az erdőben, el voltak foglalva a saját bujócska bizniszükkel, arra felé sétált egy kislány, akit aranyfürtöcskének hívtak. Sétált az úton bajt keresve magának. Meglátott a távolban egy aranyos kis kunyhót, és azt gondolta magában... Bekapogok az ajtón. S ha senki nem nyit ajtót, bemegyek, és megnézem, mit találok. Ha találok valamit, ami tetszik, elveszem. Enyém lesz! A benyém! Ez úgy hangzik nektek, hogy így kell viselkedni? Persze, hogy nem. Ez nagyon rossz viselkedés. Hello! Itthon van valaki? Mondta fürtöcske. De senki nem válaszolt, hiszen az aranyos medve család még mindig kint volt az erdőben, és bujócskáztak. És ez az a pont, ahol minden baj elkezdődött. Fürtöcske kinyitotta az ajtót, és beleszimatolt a levegőbe. Valaminek nagyon finom illata van. Tehát Fürtöcske bement egyenest az étkezőasztalhoz, ahol mama Maci elkészítette a reggelit. Az asztal nagyon gusztusosan volt megterítve. Mit csinál Fürtöcske? Minden székre odaül, ahova csak a kis önző szíve vágyik. Először belekóstol a papa Maci zapkásájába, de az túl forró volt neki. Azután belekóstolt mama Maci zapkásájába. De az meg túl hideg volt neki. És azután átnyergelt icipici cuki-muki kismaci tányérjára, nos, és az pont jó volt neki. Ő az utolsó szemig megette kismaci zapkásáját. Nos, ezután átsétált a nappaliba, ahol három széket talált. Úgy érezte, le kell ülnie, mert korgott a pocakja. Először leült papa Maci székére. Ez a szék túl nagy! Majd leült mama Maci székébe. Ez a szék meg túl kicsi! Majd leült icipici cuki-muki kismaci székébe, és az pont jó volt. Hintázott ide-oda, előre-hátra, előre-hátra, és egyszer csak zuty, puff, eltörte a széket. Nem! Mit csináltál, Fürtöcske, már megint? Fürtöcske? Nem! Törsz és zúzol, Fürtöcske? Nyomás haza!
dolgozol? Fürtöcske? Nyomás haza. Nyomás haza. Az önző kisasszonyt feldúlta a baj, amit csinált. És úgy döntött, bemegy a hálószobába, ahol a három medve ágya volt. Most akkor leheveredek egy kicsit, mielőtt hazamegyek. Először papa medve ágyára feküdt le. Ez az ágy túl nagy. Azután mama medve ágyára feküdt le. Ez az ágy meg túl kicsi. És persze ezután az icipici cuki muki kismedve ágyára feküdt, és mit gondoltok, mit mondott? Igazatok van. Azt mondta, ez az ágy pont jó lesz nekem. És azzal Fürtöcske álomba szenderült. Időközben a medvék befejezték az erdei bujócska játékot, és szépen hazafelé tartottak a kunyhójukba. Amint kinyitották az ajtót és beértek a konyhába, a papamaci felhördült. Valaki beleevett a zapkásámba. Aztán mama maci is megszólalt. Valaki az én zapkásámba is beleevett. Az icipici cuki-muki kismaci sírva megszólalt. Valaki az én zapkásámba is beleevett, sőt megette az egészet. A három medve megérezte, valami nincs rendben itt. Beléptek a nappaliba. Valaki beleült a székembe, mondta papa maci. Ó, valaki beleült az én székembe is, mondta mama maci. Azután félelmetes látvány következett. Valaki az én székembe is beleült, és eltörte. Sírdogált az icipici cuki-muki kis maci. Ó, nem! Mit csináltál, Fürtöcske, már megint? Fürtöcske? Ó, nem! Törzsi zúzol, Fürtöcske? Nyomás haza! Nyomás haza! Nekünk itt problémánk van, kérem szépen. Bajt szimatolok. Kövessetek halkan. Szorosan a hátam mögött. Mondta papa maci. A medvék halkan beléptek a hálószobába. Valaki befeküdt az ágyamba. Mondta papa maci. Valaki befeküdt az én ágyamba is, és nézzétek csak, összegyűrte a lepedőt. Mondta mama maci. Valaki aludt az én ágyamban is. És nézzétek, még mindig alszik. És horkol. A medvék úgy begurultak, hogy kiengedték mély medve üvöltésüket. Az üvöltés olyan hangos volt, hogy nyomban felkeltette a Fürtöcskét. A rossz kislány úgy megijedt, gyorsan kiugrott az ágyból és kirohant a házból olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudott. Hű a betyár mindenit! Nem tudom, ti mit gondoltok, de én soha nem mennék be hivatlanul valaki másnak a házába. Ez igencsak rossz viselkedés. Nem igaz. A medvék szóltak és telefonon Fürtöcske anyukájának, s úgy hallottam, a szülei ezután elvették a mobiliát és a tabletjét is. Több hétre is. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám itt a Roberto család csatornáján. Reméljük tetszett a mesénk. Nagyon büszke vagyok rátok, hogy ilyen jól viselkedtetek a sztori alatt. Tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, és találkozunk legközelebb. Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer három bakkecske. Ők nagyon aranyosak voltak. De hát, mint általában a kecskék, egy kicsit büdik voltak. Valószínűleg tudjátok, hogy a kecskék mindig éhesek. Ezért egyik nap úgy döntöttek, átmennek a folyó túlpartjára, a domb tetejére, hogy az ottani friss fűvel jól teletömjék a pocakjukat. Hogy feljussanak a dombra, át kellett kelniük egy hídon. Azonban nem is tudták, hogy a híd alatt élt egy nagy, csúnya, gonosz zöld troll, aki csak arra várt, hogy kecskékeljenek át a hídon. Azt tervezte, hogy elkapja őket, amint átkelnek, és felfalja szőröstül, bőröstül szarvakkal együtt. Először a legfiatalabb bakkecske kelt át a hídon. Trip, trap, trip, trap, trip, trap. K-
Ki az a bakkecske, aki átmerésszel kelni a hidamon? Üvöltött a troll. Ó, szia, troll úr! Csak én vagyok az, a legkisebb kicsi bakkecske. Felszeretnék menni a domb tetejére. Azt mondják, egy csomó friss zsenge fű van ott fenn. Minden finomság, amit csak egy kecske kívánhat. Csak ne olyan gyorsan, kis kecske. Én éhes vagyok. És te nagyon is finom falatnak tűnsz. Troll úr, kérlek, ne egyél meg. Én csak egy aranyos kis kecske vagyok. Ha vársz egy picit, jön mögöttem egy nagyobb kecske. Biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb és finomabb hús lesz ő a számodra. Engedj át engem, és edd meg őt! Sírt a kis kecske. Te tényleg baromi kicsi vagy. Na eredj! Én majd megvárom a nagyobbik falatot. Mondta a troll. Kis idő múlva a második kecske is elindult, hogy átkeljen a hídon. Trüpp, trap, trüpp, trap. Trip, trap, trip, trap. Hát ki az a bakkecske, aki átmerésszel kelni a hidamon? Ordított a troll. Ó, szia, troll úr! Én vagyok az. A közepes méretű bakkecske. Felszeretnék menni a domb tetejére. Azt mondják, egy csomó friss zsengefű van ott fenn. Minden finomság, amit csak egy kecske kívánhat. Te nagyon is finom falatnak tűnsz. Én pedig nagyon durván éhes vagyok. Itt és most felfallak mindenestől, szőröstől, bőröstől, szarvakkal együtt. Ja-ha-ha-ha-ha! Ó, nem, dehogy is, troll úr. Te engem nem akarsz megenni. Van egy igazán nagy kecske. Épp itt jön mögöttem. Sokkal nagyobb nálam. Kérlek, engedj át. De én éhes vagyok. És fogytán a türelmem. Jó, rendben. Eredj. Átengedlek. Megvárom inkább a legnagyobb kecskét. Hú, a betyár mindenit. Én aztán nem szeretnék összefutni egy trollal. Ezért kell mindig figyelnünk és előre néznünk. Soha ne veszítsük el a figyelmünket arról, amit éppen csinálunk. És soha, de tényleg soha ne beszéljetek trollokkal. Rendben? Ne állj le szórakozni a naggyal! Ő nagy! És kemény, és vad, morcos kecske, bak! Nos, néhány perc múlva a harmadik legnagyobb bakkecske is elindult, hogy átkeljen a hídon. Trip, trap, trip, trap, trip, trap, trip, trap. Hát ki az a nagy bakkecske, aki átmerésszel trappolni a hidamon? Ordított a troll. Ó, szia, troll úr! Én vagyok az. Nagy méretű bakkecske. Felmegyek a domb tetejére. Azt mondják, egy csomó friss zsengefű van ott fenn. Minden finomság, amit csak egy kecske kívánhat. Most elkaptalak. Te vagy az, akire vártam. Most aztán felfallak szőröstül, bőröstül, szarvakkal együtt. Na ide figyelj, te butatról. Van két éles szarvam. Belepiszkálok a szemeid közé, és meghúzom a füledet. Darabokra szedlek ám pillanatok alatt szőröstül-bőröstül szarvakkal együtt. Ordított vissza a nagy morcos bakkecske. Hülye betyár mindenit. A nagy morcos bakkecske baromi ijesztő és kemény volt. Úgy megijesztette a trollt, de annyira, hogy az ijesztében nyakába kapta a lábát, és sikoltozva hanyat homlok elszaladt. Mami, 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 a pelusomat akarom, hol van a pelusom? Képzeljétek, a trollt soha többé nem látták a híd közelében sem. Hát micsoda egy sztori? Mindhárom bakkecske sikeresen átkelt a hídon. Azt mondják, annyi füvet ettek és olyan jól laktak, hogy úgy döntöttek, inkább ott is maradnak a dombon a híd másik oldalán. A három morcos bakkecske. Nati mézes kalácsemberke sütit készített a két unokaöccsének, Zolinak és Lacinak. Ám egyszer csak a mézes kalács süti emberke életre kelt, és ez... Pus, 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 pus! Ahogyan csak tud, úgy se kapsz el, mert én vagyok a mézes kalács ember! Srácok, utána!
szökik a mézes kalácsember. Nem fogjátok tudni megenni a kedvenc falatotokat. Ez nem tréfa. Tudod mit? Ez nem fog megtörténni. Ha nem a mézes kalács mézi, úgy hívnak Lotti Futti. Mindenki el akar kapni és meg akar enni. Tudom, hogy jól nézek ki és édes vagyok. De én egy rosszalkodó mézes kalácsember vagyok. Hő! Mintha egy pohár tejre lenne szükséged. Jól érzem, ez gyömbér illat. Tudod, a mézes kalács és a tej nagyon finom ám együtt. Fúss, 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 fúss! Ahogyan csak tudsz! Úgy csak a fel, mert én vagyok a mézes kalács ember! Hey, ho, kisrác! Olyan fáradtnak tűnsz! Mit szólnál egy kis szénához? Lepihensz egy kicsit? Ez vicces! Egy ilyen nagy paci, mint te! Még csak nem is tud olyan gyorsan vártatni, hogy utolérjen! Te bolond! Na pá! Fuss, 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 fuss! Ahogyan csak tudsz! Úgy csak a fel, mert én vagyok a mézes kalács ember! Hát nézzenek csak ide! Egész életemben olyas valakire vártam, mint te. Hát végül itt vagy, bájos hercegem. Megérkeztél a fehér lovadon. Gyere, csókolj meg, s az enyém lehetsz. Gyere. Miért vagyam? Tényleg semmi személyes. Csak hát a leheleted. Na, lépj arám, mielőtt szamomát csinálok belőled. Fúss, 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 fúss! Ahogyan csak tudsz! Úgy csak a fel, mert én vagyok a mézes kalács ember! Ó, srácok! Ennek a kis fickónak olyan nagy szája van, és nem adja fel. Honnan a csukdából van ennyi energiája? Már vagy 6 kilométert is lefutott. Egyszerűen nem tudom követni. A testemet nézzel, és hív sütinek. Hát nem mehetek a folyóba. Elázok. Vágod? Üdvözöllek, mézes kalács emberke. Kicsit stresszesnek tűnsz. Segíthetek? Igen, stresszes vagyok, nem látod? Nem tudok bemenni a vízbe. Akkor teljesen tönkre megyek. Érted? Kaput. Finito. Vége. Le is út, fel is út. Game over. Annyi. Ó, én megértem a dilemmád. Azért vagyok itt, hogy segítsek. A rókák már csak ilyenek. Mi csak várjuk, hogy segíthessünk, ahol csak tudunk. Pattanj a hátamra, s én átviszlek a folyón. Rendben, de semmi vicceskedés. Csak vigyél át a folyón. Gyerünk. Jöcsi, mi a gond? Nem haladunk olyan gyorsan, mint kellene. Ó, hát tudod, kicsit nehéz veled úszni a hátamon. Túl nagy a nyomás, tudod? Azt javaslom, hogy pattanj inkább az orromra. Úgy talán biztonságosabban átjutunk. Elég ebből a terápiás dumából, szép öcsém. Na, most jobb így. Egy kicsit kevesebb nyomagás, és egy kicsit több úszás. Mondta a mézes kalács emberke, s azzal a ravasz róka egy másodperc alatt felfalta ott helyben izibe. Hú, a
betyár mindenit. Hát micsoda egy sztori. Az a kis mézes kalácsemberke gyógyósan is messzire elfutott. Yeah! De az öreg róka eszén képtelen volt túljárni. Aha! Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám itt a Roberto család csatornáján. Remélem tetszett a történet. Na, azt hiszem, most jobb, ha visszamegyek a lakókocsimhoz. De ahelyett, hogy visszagyalogolnék, azt hiszem, inkább fogok egy buszt. Sziasztok, kis barátaim!